Szeretettel köszöntöm a tisztelt nézőket. Gunyec Zoltán műsorvezető vagyok, mellettem ő Varga Péter nagymester, nemzetközi mester, műsorvezető társam. Arra invitálom a tisztelt nézőket, hogy tekintsék meg a Lólépésben Sakmagazint, ahol tudósítjuk Önöket a megye, a régió, az ország sakkéletének fontosabb állomásairól, partikat mutatunk be, kombinációkat mutatunk be, elemzünk, és közben olyan hasznos tanácsokat igyekszünk önöknek adni, amik segítik önöket a sakkban, a szabadidősakban, a versenysakban, és esetleg még az életben is lehet ezeket a gondolkodási, koncentrálási szabályokat alkalmazni. Legutóbbi adásunk óta az NB2-ben két forduló lebonyolítására került sor. A, az első fordulóban a két megyei NB2-es csapat csapott össze, Tiszavasvári fogadta a Nyíregyházi Sportcentrum csapatát. A házigazda Tiszavasvári csapat kedvesen, de meglehetősen hűvösen fogadott minket, elég hideg volt a versenyteremben, hát szegények nem tehettek róla, hogy az időjárási és egyéb körülmények között kisé akadozott a fűtés. Minden esetre sportszerű barátságos hangulatban telt a mérkőzés. Természetesen nem voltunk ilyen barátságosak a saktáblán egymással, mivel komoly küzdelmet vívtunk. Hát a partikat szemlélve a nézők alig ha tudták eltalálni minden partiban a, a végeredményt. A mérkőzés első tábláján a sportcentrum fidemestere Orosz Robert vizsgáztatta Mizik Tamás, dr. Mizik Tamás egyetemi docens ha jól emlékszem, a vezérindiai védelemben. Orosz Róbert mester még tisztet is nyert, viszont egy helyen elvétette a folytatást, és Mizik tanár úr ki tudta tartani a, a, a sötét tisztek aktivitásával örökös fenyegetéssel döntetlenre az állás. Borotva éles küzdelem volt. Én azt hiszem, hogy mindenki temette már Mizik doktor úrnak az állását, de valahogy valahogy kirúgta magát az állás, és, és, és megtalálta a döntetlent. A második táblán a Sportcentrum mesterjelöltje, Gújván Laci pedig sötéttel óriási küzdelmet vívott az ifjú rádai Zoltánnal, és, és Eldobta a, eldobta a nyerést, egy teljesen nyert ö, végjátékban volt, a nézők szerintem valamennyien látták, hogy hogyan kellett volna azt a szükséges tempót még meggyerni, Gólyván Laci a nagy akarásban nem látta, sajnos elfáradta végére és döntetlenre rontotta a partit, de hát ez nem vont le semmit sem a, a, a sportcentrum eredményéről, mert a többi táblán, Elég sokat nyertünk. Összesen öt partit nyert a Nyiregyházi Sportcentrum csapata, kettőt vesztett, és így 7,5-4,5 arányban ö, megérdemelt papírforma szerinti győzelmet adott a Nyiregyházi Sportcentrum. A következő fordulóban, ami február 18-án zajlott, a Tiszavasvári, a Torony Magas bajnok esélyes csapatot, a DVTK-t fogadta, velük mérkőzött meg, hát egy papírforma szerinti nagy arányú vereség lett ebből, 9 és arányban győzött a DVTK, az eredmény, hát súlyos vereségnek tűnik a Tiszavasvári számára, de tegyük hozzá, hogy azért ez egy papírforma szerinti eredmény volt, illetőleg a Tiszavasvári igen tisztesen helytált és megdolgoztatta a DVTK a nemzetközi mestereit, mestereit. A Nyíregyházi Sportcentrum odahaza fogadta mezőkövesdet. Mezőköves mindig gyenge csapat volt az MB2-ben, viszont Egri Füzesabony egyéb játékosokkal erre a szezonra rendkívül megerősödött, és ha az értékszámokat néztük, akkor a papírforma mezőkövesdi sikert jósolt. A nyíregyházi sportcentrum, különösen a fiatalok nagyon keményen ellenálltak, és nagyon jól helytáltak. Óriási küzdelmet vívtunk, és végül 6-6 volt a végeredmény. 6 4 vezetett már a Nyíregyházi sportcentrum, amikor az utolsó két partit elvesztettük. A, az egyik mérkőzésen a játékosunk hát egy teljesen döntetlen állásban volt, és a nagy időzavarban és a nagy feszültség miatt elvétette a helyes folytatást, rosszul áldozott bástyát, és utána már nem volt mit tenni, fel kellett adni a partit. Az első táblán Gújván Laci, az EGRI ifjú titán, 22 éves Becskei Zoltán Fidemesterrel vívott óriási küzdelmet, ez a parti fejeződött be ö, utolsóként. Becskei Mesterről tudni kell, hogy egy felfutóban levő fiatal 22 éves mester, akinek a sakk az élete, megnyertem már egy pár éve a nyírségi torna mesteri csoportját is, tehát egy rendkívül erős sakkozóról van szó. Újvá Laci a francia védelem terelte a partit, sötéttel vizsgáztatta Becskei Mester. A hetedik lépésben a vezér G4-es változatot játszották, és rendkívül furcsa állás volt. Azt szokták mondani, tehát ez egy ilyen alapelv, hogy nyílt állásban a futó erősebb. Hát egy olyan középjáték alakult ki, ahol, ahol Becskei Mesternek a nehéz tisztek mellett futója volt, míg Gújván Lacinak a nehéz tisztek mellett huszárja volt, de ennek ellenére olyan ügyesen és tanulságosan tudta Gújván a, a, futó nagy átlóját, tehát az A1-H8 átlót ö, ö, blokkolni, blokálni, hogy, hogy, nem látszott, hogy Becskei Mester hogyan juthatna előrébb. Végül, hát a, a hatodik órába lépve Gulyván Laci kénytelen volt minőséget áldozni az állás tartása érdekében, és nagy küzdelem után fel kellett adni a partit. Ezzel alakult ki a 6, -6 os végeredmény, amivel azt hiszem egyik csapat sem volt elégedett. Mindkét csapat egy minimális arányú nyerésben reménykedett, hát ilyen a sakk egyik és másik csapatnak sem teljesedett be a várakozása. Ezek után a tabellán a Nyíregyházi Sportcentrum, hát pontszámban előrelépett, de helyezésben nem, a hatodik helyen áll a Nyíregyházi Sportcentrum, jó lehetőségei vannak a hátalevő fordulókban még előrébb lépni, a Tiszavasvári csapata pedig a tizedik helyen áll, de ez egy tisztes állás, egyáltalán nem fenyegeti a Tiszavasvár a kiesésnek a veszélye. Mecspontokat illetően a Tiszavasvári 37,5 pontot szerzett a fordulókban, a sportcentrum pedig 50-et, tehát azért a, a sportcentrumnak a nyerése a Tiszavasvári ellen azért megmutatkozik a táblapontokban is, tehát a sportcentrum jobb erőkből álló csapat. Ezek után e, térjünk át a megyei csapatbajnokság küzdelmeire. A megyei csapatbajnokságban az ötödik fordulót bonyolították le, és több érdekes eredmény született. Én elsősorban az ifjúság diadalát szeretném kiemelni, nagyhalász mérkőzött meg Balkánnyal, és a két csapat a megye csapatai között a viszonylag gyengébb csapatok közé tartozik, a korábbi években Balkány mindig meg tudta verni a nagyhalászt. Nagyhalász csapatáról tudni kell, hogy egy-két felnőttből és, a, és általános iskolásokból áll, illetve egy-két ifjú már elsős-középiskolás, megjegyezni kívánom, hogy egyébként a tanítványaim, és ebben az évben döbbenetes eredmény született, 7-3 arányban a nagyhalász le tudta győzni a, a balkányi csapatot, a balkányi csapatkapitány külön gratulált nekem is a nagyhalásziak tisztes helytállásához, a gyerekek, ha jól emlékszem, 6 partiból 4,5 pontot szereztek, tehát igencsak helytáltak a mérkőzésem. Megmérkőzött egymással a nyírbátori csapat is, Kisvárda ellen. Kisvárda egy éremesélyes csapat. Volt, hogy másodikok voltak, volt, hogy harmadikok voltak a, a megyei bajnokságban. Számomra kis érthetetlen volt, hogy a nyírbátoriak hogyan tudtak ennyire tisztesen helytállni, ugyanis három és fél, hat és fél arányban kaptak ki a kisvárdától, és ez az eredmény a nyírbátoriak a bátor helytállásnak köszönhető, én azt hiszem. Megmérkőzött egymással egy másik éremesélyes csapat, a Dávid SC, és a Vaja csapata. A Vaja is korábbi években viszonylag gyengébb csapat volt, Hajdú megyei sakkozókkal erősítette erre az évben, és igencsak előrébb lépett a, a Vajai csapat, a tabellán ebben az évben az erősítésnek köszönhetően. A Dávid SC nagy elányának köszönhetően 7-3 arányban le tudta győzni a vaját. A vajai csapatot most a Hajdó-megyei Debreceni játékosok nem tudták olyan annyira előrelendíteni. Az ötödik fordulóban volt a megyei csapatbajnokság sláger mérkőzése. Az első és második helyen álló csapatok csaptak össze. Első helyen állt a Piremon első csapata, az a csapat, amelyik sok évig játszott az MB2-ben, és a tavalyi évben 10 ponttal tudta megnyerni a megyei csapatbajdokságot a sportcentrum, akkor még sakkiskola előtt. A Nyíregyházi Sportcentrum második csapata kissé belehúzott ebben az évben, és szorosan a Piremon egy nyomában lihegett a forduló előtt, és az ötödik fordulóban ez a sláger mérkőzés volt hivatott választani arra a kérdésre, hogy toronymagasan magasan, utca hosszal nyerje idén is a Piremon első csapata megyei csapatbajnokságot, vagy az aranyérem sorsába a sportcentrum második csapata bele tud-e szólni. Impozáns körülmények között volt megrendezve a mérkőzés. A Piremon első csapata nem ö, gyengébb helyszínen, mint a megyeháza dísztermében fogadott minket a sportcentrum második csapatát. Mindkét csapat erősített. A sportcentrum először játszotta a Hajdúböszörményi lakos Tóth Tamást, a Piremon pedig reaktiválta dr. Gál Attila mesterjelöltet is. Tehát mindkét csapat igyekezett a legjobban felállni a... a sláger a presztízs mérkőzésre. Péter nagymester, te is megfordultál ott a, a, nézők között a mérkőzésen. Azt hiszem, hogy te jobban, pontosabban tudnál beszámolni a mérkőzésről. Én is ott voltam ugyan, hát játszottam én is, de el voltam foglalva a partimal, és így nem tudtam olyannyira figyelemmel kísérni a mérkőzést. Te hogy láttad? Hát, ö... <kül> 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 bocsánat, én In a végére érkeztem, de ugye folyamatosan az információkat telefonon ugye megkaptam. Tehát mindenképp nagyon izgalmas és hatalmas küzdelem zajlott ezen a rangadón. Én úgy gondolom, hogy ugye az első parti talán három és fél négy óra után dölt el, ami, ami jelzi, hogy milyen hőfokon zajlott ez a, ez a mérkőzés. Ugye nagyon erősen áll fel mindkét csapat, tehát gyakorlatilag szinte a legerősebb csapatával, ugye egy-egy hiányzó volt talán mindkét csapatból. Nagyon, nagyon tetszik az, hogy hogy ilyen küzdelem után dölt el ez a, ez a mérkőzés. Ez viszi előrébb a sakkot a, a, az ifjátékosoknak a a fejlődését, meg ugye a nagyobb, meg a felnőtt játékosoknak a fejlődését is. Én úgy gondolom, hogy talán, talán ugye egy-egy parti lehet, hogy ide vagy oda megfordult, de ez a 6-4-es győzelem, ami ugye kialakult a végén, ugye a sportcentrumnak a második csapata sikerét hozta, ugye mivel helycserés, helycsere is történt a tabella élén az talán reálisnak mondható. Nagyon izgalmas jó partik voltak, ugye köztük te is nagyon szép partiban verted az ifjú titán Tóth Tibort, úgyhogy volt, voltak ugye az első, azt az első párt, első kettő vagy három Tábla az döntetlen lett. Igen, az első táblán Tóth Tamás játszott Újhelyi Andrissal, és hát nagyon bíztunk, hogy Tóth Tomi megborotválja Újhelyi Andrásdát Andrása tőle, megszokott rendkívül stabil, jó játékkal ki tudta tartani a nála jóval magasabb értékszámú Tamást. A második táblán dr. Gál Attila Rubocki Tibornak egy gyalogáldozatos változatot játszott meg, és nagy aktivitást kapott, végül Tibi kiküzdötte a döntetlen, tehát egy igazán küzdelmes nagy parti volt. A harmadik partiban, tehát én lépésenként felfelálltam és körbenéztem a, a táblákon, a harmadik táblán a fiad játszott Pozsonyi Istvánnal, és... Pozsonyi, én azt hiszem, hogy egy elnézés folytán a nyerés közelébe jutott, de valahogy sikerült Marcel Fianak annyira megkavarni az állást, hogy Pozsonyi elvétette a folytatást, és döntetlenben oldódott fel a küzdelem. Érdekesen, igen, ez, ez a parti... Ki elemezték is. Igen, egy picit elemeztük, tehát nagyon nagy aktivitást kapott Fekete, és nagyon jól játszott István, tehát mindenképp tehát kifejezetten jó középjátékot láthattunk. Nagyon-nagyon szépen letámadta Marcinak az állását, és egy nyert végjátékhoz jutott, de aztán ott, ott egy hiba ugye az azonnali döntetlen eredményezett. Az elején, hogyha Marci jobbat lépett volna, akkor valószínűleg jobban állt volna, ez kimaradt, és akkor innentől kezdve ugye futott az eredmény után, de ez is hatalmas küzdelemben, szinte két királyig játszva dölt el. Hát az a elméleti döntetlenig játszott. Igen, át, igen, képben. igen. Tehát ez is, ez is egy kiharcolt, nagyon-nagyon jó parti után alakult ki, ez a döntetlen is. A négyesen te játszottál, és ugye az egyik legtehetségesebb ifjúsági játékost sikerült megverned ugye Tibor talán kicsit túlértékelte az állását, de, de <coughs> és ilyenkor ugye ez vissza szokott ütni egy picit, de, de nagyon szép ellen e, játékkal e, fektettet két várra. Amikor a B4-et húzta, tehát ö, tudni kell azt, hogy én a Károkán védelemben ezt a B19-es kódú változatot elég régóta játszom, már 15 éve is játszottam levelezősakban, valamennyire ismerem, és ö, amikor B4-et húzott, akkor láttam, hogy ifjú rendkívül tehetséges, de még tőlem jóval tapasztalatlanabb ellenfelem, nagyon harcra hangolt, felhangolt állapotban van, és, és kicsi fellazított a királyállását. állását. Hát kellett küzdenem, de, de sikerült megtalálnom a, a nyerőt. Egyébként az ötödik táblán is ugyandani legalább döntetlene volt Vislóczki Jóska ellen, de időzavarban elrontott az állását és kikapott a hatodik táblán Paplaci a, a amit nagyon szépen megverte világosal a szicíliai védelemben. A hetedik táblán Szuhánszki Gergely szintén nagyon szépen megverte Mózsik Tamást. A Ez talán a nyolcas tábla volt, a hetesen a... Uh, Tihi kapott, Darai kapott ja, igen. <kül> Darai Tihamér Góca Ádámtól kikapott. Hát az egy elég sima parti volt. A nyolcason Szuhánszki nyert Mózsik ellen, a kilencesen Bodnár Barbara, hát jobban állt már Tumó Bence ellen, de végül is az idő elfogyván döntetlenben állapodtak meg, és az utolsó táblán a rendkívül dinamikusan fejlődő Blahota Marcel Palkovics Balást én azt hiszem gyönyörűen verte meg. Tehát a Marci rendkívül sokat fejlődött az utóbbi években, és azt hiszem ez az általad tartott sakóráknak, sakleckéknek is köszönhető. De nézzük most akkor, hogy milyen partival készültél a mai napra. Hát a mai nap egy MB2-es rangadóról szeretnék bemutatni egy partit, tehát Bodrogi László Mózes Sándor partit szeretném bemutatni. A nagyon érdekes és tanulságos kis játszma volt, mindenképpen, ugye végül is egy tisztelnézéssel nyert Sötét, de egy de kifejezetten tartalmas, jó végjátékot láthattunk ebben. a. Tehát Bodrogi jánzlátban. volt, világossal játszó Bodrogi László volt a Tiszavasvári játékosa és a Sötéttel játszó Mózer Sándor pedig a sportcentrumnak a játékosa. Igen. Világosan játszott a hazai játékos Bodrogi László, sötéttel volt Mózer aki ugye a vendégcsapatot erősítette. d 4 kezdett fehér, D6-tal folytatta fekete, amire e 4 ugye fehér megszerezte a centrumot, Huszár F6, tal ugye ezt megtámadta fekete, Huszár C3-mal ugye megvédte az E4 alogot. Világos G6-tal, ugye a pircvédelem egyik főváltozatát láthatjuk. Futó G5 következett, ez nem a legnépszerűbb, de egyre többen játszák ezt a változatot manapság. Ugye futó G7-tel folytatta sötét, F4 következett, amire elsáncolt fekete. Itt vezér 2 jött, amire talán pontosabb lett volna a huszár F3-mal fejlődni, tehát a huszár fejlődéssel, mert a vezér D2-re ez a C5 lépés, ez egy nagyon jó lépés, azonnal támadja a centrumot, és valószínűleg itt is 20 f 3 kellett volna hogy a centrumot, de akkor arra már c idén egy ilyen megnyílik a centrum, és egy ilyen félig nyílt ö, állásba kerülünk, úgyhogy ezért inkább ezt leütötte fehér, d c 5 d c 5 következett, és ugye itt jön ki az a pici vezér D2-es vesztés, hogyha a 20 kint lenne F3-on, és most ütné le a vezért fehér, akkor ugye egy lépéssel előrébb lennénk. Itt elsáncolt hosszúra, emiatt világos, és feketének ugye vezérüti D2-vel sikerült azonnal szinte végjátékba terelni a, ezt az állást, ugye visszaütött bástyával, világos. És ugye azt kell tudni ezen a szerkezetről, hogy ugye sötétnek látjuk még a vezérszárnyon nem fejlődött ki, a két tisztje fejednek meg a királyszárnyon nem fejlődött ki. Én úgy gondolom, hogy ez egy egyenlő állás, tehát fekete kiegyenlített ebben a szerkezetben, és ugye itt kezdődik az álló háború. Azért még azt mondom, hogy ez még ez egy középjáték, de nagyon gyorsan ugye végjáték felé. Végjátékszerű középjáték. Igen, alakult ki. H6-tal ugye rákérdezett a futóra, fekete ez egy jó lépés, futó H4 következett, amire Huszár C6-tal ugye fejlődött, és a fejlődés alapelveit folytatta sötét, Huszár F3 érkezett, és ugye most egy nagyon érdekes lépés jött, de szerintem egy nagyon jó lépés és Huszár H5 a következett, ugye azonnal rájátszik erre az F4 gyalogra, vagy gyengeségre sötét, és ugye most vagy futó G3-mal megvédi, és akkor eltűnik a futópár világosnak, vagy ugye nehéz megvédeni ezt a gyalogot. Huszár d 5 folytatta. Fehér végül és ez egy logikus lépés, be a centrumban Huszárt, és emellett ugye megvédte az F4 gyalogot is, futó g 4 ott hagyta ugye az E7 gyalogot sötét, és az utolsó tisztjét is kifejlesztette. Nagyon-nagyon jó lépés, és ugye ez az alapelv, megint, hogy fejlődjünk ki az összes tisztel, még úgy is, hogy ugye azt az elhét gyalogot beáldozzuk. Ez érdekes. Ez egy átmeneti áldozat azért, mert a, a, sötét tisztek aktivitása miatt vissza kell, hogy kapja a gyalogot sötét. Ez igaz. Lehet, hogy mégis talán jobb lett volna huszára ütni azt az elhetet. Nehéz ez a szerkezet. Mindenesetre futóval ütötte világos. Én ezt talán nem tartom a legjobb lépésnek, futőüti elhetet, mert ugye itt lenyere gyalogot, ahogy te is mondtad, de átmeneti áldozat lesz. Vissza fogja ezt kapni sötét, bőségesen az aktivitásával. Tehát valószínűleg a attól féltett, hogy huszár -e 7 huszár -e 7 futó e7, bástya f8, -E futó üt c5, bástya üt e4, és aztán problémái lesznek a sötét tisztek aktivitása. Akár alatt. még az f4-et is üthettem. Igen. Igen. Tehát jó, de talán ez mégiscsak tarthatóbb lett volna. Igen. Igen úgy gondolom, itt futőti el 7 után ugye átadja a nyílt vonalat, vagy, hát a gyakorlatilag az E elvonal megnyílik, az egy félig nyílt vonal, és a futó párt is önként adja oda világos, ez nem szokott annyira jó lenni. Huszárüti e 7 nagyon jó lépés volt, Huszárüti el 7 király H7 következett, és ugye F4 alagot nem nagyon tudja jobban megvédeni, Huszár eljött el, próbálkozott, ugye előre jönni. Talán még Huszár D5 lehetett volna e, jó lépés, hogy megvédjük az F4-et. Én lehet, hogy azt léptem volna mindenképp. Ez egy pozíciósan valószínűleg egy rossz lépés, ugye mert futőüti e következett, és ott az a dupla gyalog, a nagyon gyalogokat már le lehet vadászni. És hogyha ugye ezt visszaütötte fehér az F gyaloggal, amire Bástya F-ről E8-ra lépett, ugye megtámadta a lovat, Huszár D5 következett, nincs más lépés, amire bást üti el őt. érkezett, ugye, és elgyengült ez az E4 gyalog. Most hogy azt szoktuk mondani, hogy a végjátékban ugye az áll jobban, akinek kevesebb gyalogszigete van. A királyok helyzete is fontos, és ugye a gyalogsziget az azt jelenti, hogy melyik gyalog védi egymást, és a melyik gyalogot nem védi másik gyalog. Tehát, Tehát világosnak a D4, illetve E4 gyalogja izolált, igen. Különült és védelemre szorul. elszigetelt, és gyakorlatilag ugye három gyalogsziget van így fehérnek, feketének pedig csak kettő, és ugye gyenge ez az N4 gyalog is. Futó D3-mal megvédte, amire király g 7 egy picit javította fekete a király királyhelyzetét, király helyzetét. Bástya F1 következett, amire C4 érkezett, és ugye azonnal ott megnyitotta ezt a centrumgyalogot, nem biztos, hogy én beáldoztam volna ezt, de objektíve nem egy rossz lépés. Hutőti C4 következett, amire Bástya üti el, négy öt és B3-ra, megvédte a futót, gyaloggal Bástya a e 8 szóval hozta a nem játszó Bástyáját, és ugye aktivizálta. Bástya D-ről F2 következett, ugye Bástya E1 sak, ugye kiszedte az F F-onali Bástya duplázás, Bástya üti E1, Bástya üti E1, Király D 2, ugye valószínűleg király B2 az pontosabb lett volna, mert most megérkezett Bástya D1 sak, király C3, és ugye itt most következett futó E6, ugye megtámadta azt a lovat, na itt mindenképp menekülni kellett volna, itt Bástya D2 következett, és ez egy, ugye ez egy tisztelnézés volt, ez egy nagy hiba volt, mert erre következett Bástya D2, királyüti D2, és B5 után azt a C4 futót tereli el, ami a D5 20-át védte, tehát következett még G4, ugye ellen támadás, B üti C4, leütötte, 20 E3, amire 20 F6, H3, C üti B3, A üti B3, ugye H5-tel belekötött a gyalogokba, királyszányi gyalogokba, G5, és huszár után, ugye huszár villa után a géjai gyalog ugyanúgy elvész, úgyhogy itt fel is Tiszt és gyalog hátrány, tehát ez már Bodoginak is sok volt, már nem Tomábbi Küzdelmet. Egy nagyon jó tartalmas komoly küzdelmet láthattunk. Hát a végén egy, az az elnézés ugye megkönnyítette a fekete dolgát. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon hogy jól játszott Sándor ebben a partiban. Tisztelt nézőink, műsoridőnk végére érkeztünk. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátásra!